legyen benne mobil dobogó. Nem megszokott képet festenek a Jászberényi Könyvtár gyermekrészlegének oktatótermei. A következő hónapokban ugyanis teljesen átalakulnak. Népmesei színterek kivarázsolják azokat a kivitelezők. A nyertes pályázat célja, hogy a népmesék segítsék a gyermekek személyiségének, képzelőerőjének fejlődését, úgy, hogy a köznevelést kiegészítő, a tanulás segítő szolgáltatások új neveltetési formák középpontjában a magyar hagyomány, a magyar tudás és a magyar népmese álljon. Mivel feltétel a helyszín kialakítása, ez erre két-három hónap áll rendelkezésünkre a pályázat szerint, ezek a munkálatok elkezdődtek. A könyvtárnak, a gyerekkönyvtári részének az oktatótermei lettek úgymond beáldozva erre a célra. A népmesékben leggyakrabban megjelenő helyszínek reprezentatív megjelenésével a Jászberényi Perlaki Reklám Stúdió Kft. A megbízott, melynek stúdiójában már most mutatós elemekkel találkoztunk. Nagyon változatosak a témaformák, amiket belevettünk a pályázatba, illetve volt egy útmutató a terek kialakítására is, ami egyben egy követelményrendszer is felénk. Tehát, hogy jelenjenek meg benne a mesei elemek, a mesei motívumok, a jelképek, a szereplők, illetve legyen ez a hármas tagolódás is megjelenítve, akár a térben is, tehát egy fogadótérben, egy mesetérben, egy foglalkoztatóban, ahol a gyerekek a különböző stádiumokkal találkozhatnak egy mese esetében. Mert nem csak síkban szeretnénk gondolkozni, és pont Perlaki Csabi segítségével fognak ezek a fák három dimenzióban is kiemelkedni a falból, és lesz odunk, amiben lehet, hogy egy nemez mókus fog elbújni, lesznek madárfészkák. Az építési területen megvalósuló mesepont műhely foglalkozást, művészeti alkotócsoportot, élőszavas mesemondást, kompetenciafejlesztő táborokat, meseíró versenyeket jelent, mondhatni mindent, amiről a gyermekek eddig azt hitték, ilyen csak a mesébe van. Pedig a Jászberényi Könyvtárban is lesz, várhatóan ősszel.